235 méter hosszúságban újult meg a Kandó-Kálmán utca érintett szakaszának burkolata. A korszerűsítésre az önkormányzat adott megbízást, a megvalósítást lakossági igény is sürgette. Ennél az útnál a legnagyobb probléma az volt, hogy a meglevő útburkolat, mint nagyon sok helyütt máshol is Pakson, annyira kavicsossá vált, hogy nem lehetett már rendesen közlekedni rajta, és itt azért kiemelt jelentősége volt ennek, mert ez járdaként is funkcionál. Ugye, mint ahogy látjuk itt a mögöttem levő felújított szakaszon, igazándiból járda nem készült a felújított út mellett, se korábban, se most, viszont a felület az most már alkalmas arra, hogy babakocsival, női cipővel bátran végig lehessen itt menni, ugyanúgy, mint járda is lehessen használni. Egy másik fontos cél is megvalósult az út korszerűsítésével, hiszen biztonságosan egy jó minőségi úton lehet már megközelíteni az Asepálya mögötti utcákat. Két oldalt útszegélykő, egy-egy méter zuzalékolt patka, két réteg aszfalt burkolat építésével kellett az utcát felújítanunk, azzal, hogy a ívben jól láthatóan leszűkült a burkolatot, némi szélesítésre volt szükség. Ezt a kivitelezés során megcsináltuk, hál' Istennek a közművekkel nem kellett találkoznunk, így a kivitelezés gyakorlatilag 3 hét alatt le tudott zajlódni. Az útfelújítás alatt néhány napra le kellett zárni az érintett szakaszt, ezekről az időpontokról minden esetben értesítettük az ott élőket. A forgalmat igyekeztünk estétől reggelig ilyenkor is biztosítani, mondta el a projektvezető. A körzetben a 11 millió forintos útrekonstrukció mellett néhány járdaszakasz is megújul még az év végéig.